Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket Nagybőjt második vasárnapjának délelőtti szentmiséjén. Ezt a szentmisét, kedves testvérek, a betegséggel küzdő papokért, szerzetesekért és papi hivatásokért ajánlom fel. Hogy most méltó módon vehessünk részt ebben a szentmisében, nézzünk önmagunkba és vizsgáljuk meg lelki ismeretünket. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem azért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg minden bűnünket, és vezessen el az örök életre. Eljöttél Jézus közén, az Isten ember lett. Közöttünk élt és tanított, a kereszten értünk szenvedett. Yeah.
Könyörögjünk! Istenünk, Te megparancsoltad nekünk, hogy szeretett fiadra hallgassunk. Kérünk, tápláld lelkünket szent igéddel, hogy lelki örömmel szemlélhessük dicsőségedet. Ami Úrunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Mózes első könyvéből. Isten próbára tette Ábrahámot, és így szólt hozzá. Ábrahám, Ábrahám, itt vagyok, felelte. Akkor ezt mondta neki, vedd egyetlen fiadat, akit szeretsz, Izsákot, menj Moria földjére, s ott mutasd be égő áldozatul azon a helyen, amelyet majd mutatok neked. Amikor megérkeztek a helyre, amelyet az új Úr mondott neki, Ábrahám megépítette az oltárt, rárakta a fát, kinyújtotta kezét, és vette a kést, hogy feláldozza a fiát. De az Úr angyala rászólt az égből, és azt mondta, Ábrahám, Ábrahám, itt vagyok, felelte. Az angyal folytatta, ne nyújtsd ki kezedet a fiú felé, és ne áss neki. Most már tudom, hogy féled az Istent, és egyetlen fiadat nem tagadtad meg tőlem. Amikor Ábrahám fölemelte szemét, látott egy kost, amelyet szarvánál fogva fennakadt a bozótban. Ábrahám odament, megfogta a kost, feláldozta égő áldozatul a fia helyett. Azután az Úr angyala az égből másodszor is szólt Ábrahámhoz, és mondta, magamra esküszöm, ez az Úr szava, hogy mivel ezt tetted, és egyetlen fiadat nem tagadtad meg tőlem, gazdagon megáldalak, utódaidat megsokasítom, mint az ég csillagait, és mint a tengerpart fövényét. Utódaid elfoglalják az ellenség kapuját, utódaid által nyer áldást a föld minden népe, mivel hallgattál szavamra. Ez az Isten igéje. Szent Lecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, ha Isten velünk, ki ellenünk? Aki nem kímélte saját fiát, hanem mindnyájunkért áldozatul adta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? Ki emel vádat Isten választottai ellen? Isten, aki megigazulást adta? Ki ítél el? Krisztus Jézus, aki meghalt, sőt fel is támadt, és az Isten jobbján közben jár értünk? Ez az Isten igéje.
Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, és egyedül velük felment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük. Ruhája olyan ragyogó fehér lett, hogy a földön semmiféle kelmefestő nem képes így a ruhát kifehéríteni. Egyszerre megjelent neki Illés és Mózes, és beszélgettek Jézussal. Péter ekkor ezt mondta Jézusnak: Mester, olyan jó nekünk itt lennünk. Készítsünk 3 sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet. Nem is tudta, mit mond, annyira megvoltak ijedve. Ekkor felhő árnyékolta be őket, és a felhőből szózat hallatszott: Ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok. Mire körülnéztek, már senkit sem láttak, csak Jézust egymagát. A hegyről lejövet megparancsolta nekik, hogy ne mondják el senkinek, amit láttak, amíg az emberfia fel nem támad a holtak közül. A parancsot megtartották, de maguk között megvitatták, hogy mit jelent az, hogy feltámad a holtak közül. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban, kedves testvérek, az elmúlt vasárnapon, Nagybőjt első vasárnapján elhangzó evangéliumi töredéket nagyon szépen emelli a mai evangéliumi töredék mellé oda lehet állítani. Egy hete Urunk Jézus Krisztus megkísértéséről volt szó egészen röviden és tömören Márk evangélistának a reprezentációjában. Akkor azt olvastuk, hogy Urunk Jézus Krisztus 40 napon át böjtölt a pusztában, mindeközben vadállatokkal találkozott, és angyalok szolgáltak neki. A múlt heti evangéliumi töredék Urunk Jézus Krisztusnak az ember mi voltát hangsúlyozza, aki mint ember, ugyanúgy, mint mi mindannyian átéljük a megkísértést. A mai evangélium azonban egy másik oldaláról mutatja be Urunkat, mégpedig az isteni oldaláról, amikor is megtörténik a kiválasztott apostolok előtt az ő színe változása. Egy pillanatra felragyog az Isten az ember előtt, felragyog az Istennek a dicsősége. Nagyon szépen mutatja tehát nekünk ez a két evangéliumi epizód, a Nagybőjt első vasárnapi evangéliuma és a mai evangélium, hogy Urunk Jézus Krisztus nem csupán ember volt, hanem Isten és ember egy személyben. Ezek után talán már nem csodálkozunk azon, amikor azt imádkozzuk minden ünnepi szentmisénkben, és megvalljuk: született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden általa lett. Érdemes most a mai evangéliumi töredékben az apostolokra, illetve az ott jelenlévő, a színeváltozás hegyén jelenlévő apostolok reakciójára kicsit reflektálnunk, vagy őrájuk koncentrálnunk. Ezek a kiválasztott apostolok, mint hallottuk, Péter, Jakab és János látták ezt a színeváltozást. Vagyis az ószövetségi emberrel ellentétben az újszövetségi ember látta az Istent. Az ószövetségi ember az nem tudott és nem is akart az Istenre tekinteni, mert az a hiedelem élt bennük, hogy ha rátekintenek az Istenre, akkor bizony meg kell halniuk. Az újszövetségi ember ellenben látta az Istent, még ha csak egy pillanatra is, de látta az Istent, és nem kellett meghalnia. Sőt, kifejezetten boldogok voltak ezek az apostolok, akik akkor ott voltak. Olyannyira boldogok, hogy felszakadt belőlük
a kiáltás, és Péter apostol ezt tolmácsolta is urunknak, hogy Mester, olyan jó nekünk most itt lennünk. Készítsünk három sátrat, egyet neked, egyet Mózesnek, egyet pedig Illésnek. Bár azért azt hozzá kell tenni, hogy ez az boldogság, ami akkor elöntötte az apostolok szívét, ez egészen sajátos boldogság volt. Lehetne akár önző boldogságnak is nevezni. Mert ők akkor ugyan ott fent a hegyen boldogok. Éppen ezért szeretnének ott maradni mindörökre, de a boldogságuk közben elfelejtik a rájuk bízott embereket. Elfelejtik azokat az embereket, akik ott vannak a hegy lábánál, elfelejtik a munkát, elfelejtik a dolgos hétköznapokat, elfelejtik a szenvedést. És ezután mi történik? Az atya szózata hallatszik, ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok. És aztán minden eltűnik az ő szemük elől. Ha tetszik nekik, ha nem tetszik nekik, de vissza kell térniük a való életbe. A gyötrelmes élet az bizony folytatódik tovább. Ha nem akarják, akkor is folytatódik tovább. Ebből nagyon szépen látszik a mi számunkra is, hogy az Isten közelségének a természetes velejárója a boldogság. Minden bizonnyal majd mindannyiunkra ez vár földi életünk után. De az is nagyon szépen látszik, hogy nekünk itt a földi gyötrelmes életünk keretei között kell tudnunk boldognak lenni. És ez leginkább akkor teljesül és akkor sikerül, hogyha megfogadjuk mi is az atya szózatát. Ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok. És hogyha ez sikerül, akkor valóban boldogságot, egyfajta isteni boldogságot, nem pedig önző boldogságot teremtünk majd magunk körül. Aztán abban, ahogy az apostolok viselkednek ott fent a színeváltozás hegyén, az kicsit olyan, mintha magunkra ismernénk a mi imádkozásainkban. Fent a hegyen az apostolok boldogsága állt a középpontban. Ők most boldogok. A többi földi dolog nem érdekelte őket. Egyetlen egy dolog érdekelte őket, az, amit ők akartak. Az, hogy ők ott maradhassanak mindörökre. Ez pedig nagyon nem vágott egybe az Istennek az akaratával. Isten szólt, és vége lett mindennek. Az imádkozásról azt tudjuk, mondhatjuk azt is, hogy az imádkozásnak a definíciója az, hogy az imádkozás az párbeszéd az Istennel. Sajnálatos módon a legtöbbünk az úgy imádkozik, hogy elmondja az ő gondját, elmondja az ő baját, elmondja az Istennek a már fiatal korban jól betanult szövegeket, és ezzel igazából be van fejezve az imádkozás. Tegyük fel egészen bátran a kérdés magunkban, hogy akkor hol van a beszélgetésnek az az oldala, hogy imádkozás közben az Istent is hagyjuk szóhoz jutni. Mert az ilyen egyoldalú monológimában fennáll a veszélye annak, hogy az Istent efféle automataként kezeljük. Bedobunk hozzá néhány imádságot, ugyanúgy, mint egy automatába, hogy bedobáljuk a pénzérmét, bedobunk hozzá néhány imádságot, és várjuk a mi kéréseinknek a teljesítését. Ugyanúgy, mint amikor az automatába bedobáljuk a kis pénzérméket, és várjuk, hogy ez az automata adjon nekünk forró kávét, forró teát, vagy adott esetben jéghideg kólát. Péter apostol is lényegében ott a hegyen benyújtotta urunknak, Jézus Krisztusnak ezt a kérvényét, hogy maradjunk itt örökre.
Urunk Jézus Krisztus, foglalkozzál csak velünk itt örökre. Most mi olyan boldogok vagyunk itt veled. Arról, hogy az emberek ezrei ott várták Urunkat Jézus Krisztust a hegy lábánál, várták az ő csodáit, várták az ő tanításait, az már igazából nekik nem számított. Igazságos-e az ilyen kérés, Péter apostol kérése, igazságos-e? Igazságos-e a mi kéréseink, igazságosak-e a mi kéréseink az imában? Vagy netántán nem azt akarjuk mi is elérni, hogy Isten csak velünk foglalkozzon, és hogy igazából a többi ember az nem számít? Péter apostol kérését, mint hallottuk, nem teljesítette az Isten. Annak egyfajta igazságtalan volt amiatt. Éppen a többi emberre nézve, akik ott voltak, ott maradtak a hegy lábánál, és várták Urunkat Jézus Krisztust. Ebből következik, hogy nem szabad csodálkoznunk azon, hogyha a mi legtöbb kérésünket az Isten az nem teljesíti. Éppen azok kérések igazságtalan volt amiatt másokra nézve. Mert tudjuk azt, hogy az Isten az nem csak az én Istenem, nem csak a egy-két embernek az Istene, hanem mindenkinek az Istene. Az Isten az mindenkinek jót akar, nem csak egy-két embernek. Azonban mi tudhatjuk, hogy hogyan kell helyesen imádkozni. Egész egyszerűen úgy, hogyha mi is meghalljuk az Atya szózatát. Ez az én választott fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok. Nagyon egyszerű. Urunkra, Jézus Krisztusra kell figyelnünk az imáinkban. El kell csendesednünk, fel kell hagynunk a betanult imáknak a felmondásával, fel kell hagynunk sokszor panaszaink véget nem érő áradatával. Egészen egyszerűen azért, hogy hagynunk kell az Istent is szóhoz jutni az imában. A jó imában talán az a legfontosabb, hogy Jézust akarjuk eközben megismerni, és nem pedig azon lenni, hogy mi önmagunkat saját erőből javítani akarjuk. Éppen azért, mert hogyha megismerjük Urunkat, Jézus Krisztust, és átadjuk neki magunkat, akkor majd ő formálni fog bennünket. Olyanná formál bennünket, mint amilyennek az Isten bennünket elképzelt és megálmodott. Krisztusban, kedves testvérek, itt van a nagybőjti szent idő. Ebben a nagybőjti szent időben fordítsunk különösképpen időt arra, hogy az imáink azok Jézusra figyelő imák legyenek. És hogyha az apostolok mertek ott fent, a színeváltozás hegyén, a dicső Isten ember arcába tekinteni, mertek az Istenre tekinteni úgy, hogy nem haltak bele, akkor mi is merjünk az Istenre tekinteni, mi is merjünk Urunkra, Jézus Krisztusra tekinteni. És amikor az egyház arra biztat bennünket, hogy imádkozzunk többet, márpedig a nagybőjti időben figyelmeztet bennünket, Anya Szent Egyházunk, hogy imádkozzunk többet, akkor az nem azt jelenti, hogy kétszer vagy háromszor több jól betanult ima szöveget mondunk el az Istennek, hanem az azt jelenti, hogy kétszer vagy háromszor jobban odafigyelünk az imáinkba, Urunkra, Jézus Krisztusra. Kétszer vagy háromszor jobban ráfordítjuk a mi tekintetünket, a figyelmünket. És hogyha ez sikerül, ha mi oda tudunk figyelni az imáinkba, Urunkra, Jézus Krisztusra, akkor majd ő meg fogja mondani azt, hogy mit is kell nekünk tenni az életben. Legyen ez így mindannyiunknál. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban,
Isten egyszülött fiában, aki az atyától született az idő kezdete előtt, Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, ami leszállott a mennyből, megtestesült a Szent Lélek erejéből, Szűz Máriától és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szent Lélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a próféták szavával. Hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anyaszentegyházban. Vallom az egy keresztséget, a bűnök bocsánatára, várom a holtak feltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Imádkozzunk testvéreim, hogy megismerve Isten határtalan szeretetét, igaz bűnbánatra induljunk. Add, Urunk, hogy az egész világ felismerje Krisztusban egy egyszülött fiadat, a világ üdvözítőjét. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy egyházad a nagybőjt idején bűnbánatban megújulva készüljön a húsvét ünnepére. Kérünk téged, hallgass meg bűnünket. Add, Urunk, hogy a népek önzetlenül támogassák egymást a nyomor megszüntetésében. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy a Szent Misi áldozat kegyelmeiből erőt merítsenek szenvedő és gondokkal küszködő embertársaink. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy a végső óránk felkészülve bűnbánatban találjon bennünket. Kérünk téged, hallgass meg minket. Mindenható Atyánk, Te egyszülőt fiadat adtad a világ életéért. Segíts minket gyengeségünkben, hogy kegyelmedet vissza ne utasítsuk, és így elnyerjük a megváltás gyümölcseit, Krisztus a mi Urunk által.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk Istenünk, ez az áldozat tisztítson meg vétkeinktől, szentelje meg szolgáit testét és lelkét, hogy méltó módon üljük meg húsvét ünnepét, Krisztus, a mi Úrunk által. Az Úr legyen veletek! Emeljük föl szívünket! Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek! Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örökisten, Krisztus a mi Úrunk által. Ő tanítványainak saját halálát előre megmondta, a Szenthegyen megmutatta nekik dicsőségének fényét. Így világossá tette számunkra, amit a törvény és a próféták tanúsága hirdet, hogy szenvedésére a feltámadás örök fénye virrad. Ezért a mennyei hatalmas angyalokkal együtt a földön mi is szüntelenül magasztalunk téged, fölségedet dicsérjük, és hangos szóval vég nélkül zengjük. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret. Hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka.
Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét. És hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Antal püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk minnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő egyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne. A tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Ha Istent atyánknak hívjuk, testvéri szeretettel bocsássunk meg egymásnak, és akkor így imádkozhatunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Krisztus, ami békénk és kiengesztelődésünk. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Úrunk Jézus Krisztusnak és vérének egyesítése. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit.
boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Köszönöm.
Könyörögjünk. Dicsőséges szent titkokat magunkhoz véve, hálát adunk neked, Urunk, mert immár itt a földön mennyei ajándékaidban részesítesz minket, Krisztus, a mi Urunk által. Szeretettel hirdetem a következőket a kedves testvéreknek. Mint azt már talán megszoktuk, de azért én még hirdetem, hogy Nagybőjt péntekjein mind a két templomban keresztúti ájtatosságot tartunk. Itt a Szent István templomban péntekenként 4-6 órától kezdjük a keresztúti ájtatosságot, ezt követően este 6 órakor Szent Mise van péntekenként itt a Szent István templomban. Ugyanakkor a Szent László templomban is van keresztúti ájtatosság, ott 5:30 órakor kezdődik, és a keresztúti ájtatosság után áldoztatásban részesítjük a kedves testvéreket. Plébániánkon május 5-én lesz a bérmálkozás a délelőtti 10 órai szentmisében, itt a Szent István templomban. A bérmálkozási felkészítőt pedig keddenként tartjuk este 6 órától, itt a hittanteremben, a Szent István templom hittantermében. A kész helyi csoportja a kommunizmus áldozatai emléknapján ma, azaz február 25-én délután 5 órától itt a Szent István templom kertjében megemlékezést tart. Sok szeretettel várjuk erre az alkalomra, és várják a szervezők erre az alkalomra a kedves testvéreket. Nagybőjtben Anya Szent Egyházunk arra szólít fel bennünket, hogy imádkozzunk kicsit többet, és gyakoroljuk buzgóbban az irgalmasságnak a cselekedeteit. Ez megnyilvánul abban, hogy nagybőjti időszakban Anya Szent Egyházunk tartós élelmiszergyűjtést szokott tartani templomainkban. Ez így van most is, március 3-ától 10-ig, azaz Nagybőjt 3. és 4. vasárnapján. Ugyanakkor, mivel itt nálunk az egyházközségnek van Caritas csoportja, Caritas csoport, ő tisztán látja azt, hogy kik azok a családok, kik azok a rászorultabb emberek, akiket támogatniuk kell, és talán ők tudják a legjobban, hogy mire is van szükségük ezeknek az embereknek. Én most arra kérem a kedves testvéreket majd, hogy ebben az időszakban, azaz jövő vasárnap, tehát Nagybőjt 3. vasárnapja és 4. vasárnapja között, itt a templomban van egy persely a Caritasnak a részére, illetve a Caritas számára, hogy abba tessenek elhelyezni azokat az adományokat, amiket erre szánnának a kedves testvérek, mert ebből a befolyó adományból majd a Caritas csoport egészen célszerűen tudja eljuttatni és felhasználni ezeket a javakat a nélkülöző családoknak a megsegítésére. A legkisebb adományokkal ilyenkor a felebaráti szeretet jut a kifejezésre. Ezt tartjuk szemünk előtt, és ezért kérem a kedves testvéreket, hogy Nagybőjt 3. és 4. vasárnapja között, illetve abban az időszakban, tehát azokat a pénzadományokat, amiket erre a célra tetszenének fordítani, a Caritas perseibe szíveskedjenek helyezni. Most van még két fontos hirdetnivaló, amit most elhangzik. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké, amen! Kedves testvérek, Ferenc atya és a képviselőtestület támogatásával hirdetem 13. alkalommal megrendezésre kerülő zarándoklatunkat. Hazánkért, városunkért, önmagunkért, a világ békéért. A Nagybőjtben ez egy nagyszerű lehetőség, hogy fizikai erőnkben fél napra legalább az Úr Jézus közelében legyünk, és az ő gondolatait próbáljuk a nagybőnyben közvetíteni. Ez egy lehetőség. Éljünk vele. Március 9-én 8 órakor itt fogunk találkozni. Egy 18 kilométeres út áll előttünk, amit Dunafüreden a gáton végighaladunk.
halászcsárda, lovastanya, régészeti park, a téglagyár fölötti kereszt alkalmak arra, hogy elmélkedjünk, kipihenjük egy kicsit magunkat, és 3 órakor körülbelül megérkezzünk a Szent László templomba, és ott egy mise keretében, szentmise keretében befejezzük zarándoklatunkat. Egyben hirdetem a 25-én gyümölcsoltó boldogasszony napján 8. alkalommal megrendezésre kerülő 1000 üdvözlégy elmondását. Erre is, tehát 1 órakor találkozunk majd itt, és körülbelül este 10 órakor fejezzük be imáinkat. Mindegyik olyan rendezvény, olyan lehetőség, hogy részt lehet venni teljes egészébe és annak töredékeiben. Kérek mindenkit, hogy a világ olyan állapotába áll, hogy mindenki próbáljon a maga részéről hozzájárulni imáival, zarándoklatával, fizikai erejével. Bizony, ha 2 dolog egészen ellentétes, tudom, és talán ez a szép benne. Az egyik egy fizikai állapotot igényel, egy kitartást, de a másik legalább olyan nehéz. Ha engem kérdeznének, nekem az utóbbi a nehezebb. Imával eltölteni akár 10 órát, mindegyiket középkortól kezdve nagyon sok helyen gyakorolták. Ezt az utóbbi 1000 üdvözlégyet utolsó 3. Endre lánya Erzsébet, boldog Erzsébet gyakorolta Svájcba, Tőzsbe, és őt csak meglesni tudták az árdatársnői. Nem is értették egészen, úgy, mint nagy nényét, Szent Erzsébetet, őt se egészen értette a korabeli társaság, mert olyan emelkedett és olyan önmagából kiteljesedő felajánlásokat, engeszteléseket tettek, ami úttörő volt abba az időbe is. Mi is engeszteljünk a világ bűneiért, saját bűneinkért. Magyarország a világ engesztelő országa. Ezt már sokan elmondták előttem, ennek méltóan próbáljuk áttérezni ezt a nagybőti lehetőséget, akár mind a kettőt. Kívánok áldott vasárnapot, jó étvágyat, és köszönöm, hogy meghallgattatok. Köszönjük szépen. Ezekről az alkalmakról vannak plakátok is, amiket kihelyezünk a templomoknál, illetve majd az internetre is fölkerül, tehát ott is tudnak tájékozódni a kedves testvérek, hogy mikor és hol lesznek ezek az alkalmak. Én is buzdítom a kedves testvéreket, hogy ha lehet, akkor vegyünk részt ezen, mert ez a mi lelkünk javára és az országunk, gondjaink, bajaink elhárítására hasznosak nagyon. A Jóisten közbejárását kérjük ekkor. Most álljunk föl és fogadjuk az Úr áldását. Az Úr legyen veletek! Istenünk, örök áldással áld meg híveidet, és segítsd új ragaszkodni egyszülötted evangéliumához, hogy arra a dicsőségre vágyakozzanak, amelyet apostolainak megmutatott, és oda el is jussanak, Krisztus a mi Úrunk által. És áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szentmise véget ért, menjetek békével!